de azért a valakiben még nagyon benne maradt, akár a Párizs György kapcsán, úgy tudom, akár bárki vagy bármi más kapcsán valamilyen rövid hozzászólás, arra még adnék lehetőséget. Igen, őre gondoltam. Köszönöm szépen. Nagy György Imre vagyok. 1969-ben végeztem a Műszaki Egyetemen, utána 17 év videótoros karrier. Végén 1987-ben a Tudományszervezési Intézet dolgozója lettem, és ezzel kapcsolatban itt ugye emlegetve volt a tudományszervezés. Hátulnézetből mondom el a dolgot, tekintettel arra, hogy 87-ben, amikor én oda kerültem, akkor az iskola számítógépesítési programnak tulajdonképpen vége volt. Hát inkább ilyen lecsengő félben volt. Néhány érdekes dolgot azért hallottam a Párizs Györgytől. Az egyik az volt, hogy az iskola számítógépesítési program alapvetően hardware-orientált program volt, vagyis szétosztottak vagy 30 ezer számítógépet. Erre nagyon büszkék voltunk, mert a világon egyetlen ország sem volt, aki ilyen rengeteg számítógépet szétosztott az iskoláknak állami pénzből. Ugyanakkor mindenki elég hamar észrevette, hogy a szoftver oldalon hiányosságok vannak. A Párizs Györgyék készítettek egy előterjesztést, ugyanúgy, mint az iskola számítógépesítés számára egy költségvetési tervezetet, és egészen a politikai bizottságig elkerült állítólag ez a dolog, tekintettel arra, hogy a szocializmusban úgy képzelték, hogy a szoftver az közkincs. Tehát arra pénzt áldozni, hát az bűn. Ez mondjuk a Szovjetunióból jött ez a nagyszerű gondolat, de minden esetre itt mi ittuk meg a levét. A végeredmény lett ez a úgynevezett pályázat, amiben tanároktól vártuk azt, hogy pályaműveket adjanak be oktatási anyagokra. Majd még a Tudományszervezési Intézetről néhány mondatot fogok mondani. Elmondom azt azonban, hogy én 1988-ban, meg 89-ben Japánban, meg Hollandiában jártam tanulmányúton, és mind a két helyen módom volt találkozni azokkal, akik a japán, illetve a holland iskola számítógépesítési programot vezették, irányították. Japánban ez a projekt a úgynevezett ötödik generációs számítógépfejlesztésnek a részeként volt elképzelve, aki még elég idős, mint én, az emlékszik rá, hogy a 70-es évek végén a japánok elkezdték nyomni ezt, hogy a ötödik generációs számítógép. Nagyon profi módon csinálták a dolgot. Hosszú évek során meghatározták, hogy körülbelül mikor, milyen képességekkel fognak rendelkezni a személyi számítógépek, mikor lesz grafikus, mikor fog zenét lejátszani, és így tovább. És a program, a oktatási programfejlesztés is ehhez hozzáidomították, tehát nem kezdtek el zeneszerző programokkal foglalkozni a 80-as évek elején, mert akkor még nem volt a számítógép erre képes, hanem kitűzték, hogy mikor fognak ők majd elkezdeni zeneszerző programmal foglalkozni. Mind ők, mind a hollandok rendkívüli módon különböztek gondolkodásmódban a magyaroktól a számítógépes oktatóprogramok fejlesztését illetően, ugyanis nálunk ugye mindenki valamiért azt képzelte, hogy a tanároknak kell ezt megcsinálni. A hollandok és a japánok egyaránt két csoportot hoztak össze, egy didaktikai fejlesztő csoportot, ez tanárokból állt, és egy professzionális programozókból álló csoportot. A tanárok meghatározták a didaktikai célokat. Hollandiában például az volt az egyik cél, hogy 13 tantárgyból egyetlen egy tanórát lehessen megtartani számítógéppel különböző szaktárgyakba. Például szakiskolákban a szabászokat tanították, hogy hogyan lehet majd kezelni azokat a számítógéppel vezérelt, lézerrel kiszabó, nem tudom micsodákat, amik kivágták a textilből azt, amit aztán össze kellett varni. És
Ilyen módon hatalmas sikere volt a holland projektnek különösen, mert a 13 tantárgyban a tanárok megtalálták a módját, hogy azt a programkészletet, amit egy órára adtak nekik, azt 10-15 tanórában tudták leadni. Ugye, hogyha egy-egy tantárgynak van egy fél évben mondjuk 20 vagy 40 órája, akkor el tudjuk képzelni, hogy ez milyen nagy eredményt jelentett. Igen, a másik, amit szeretnék elmondani, hogy az iskola számítógépen kívül a Tudorgban fejlesztések mentek abból a célból, hogy az egyetemeket és a főiskolákat is valami módon bevonják a számítógépesítésbe. Egy kis pletyka volt az, hogy a 80-as évek elején, amikor az ESR gépek valóban megjelentek a piacon, minden magyar Kossuth-díjas professzor megjelent az akadémiánál vagy az oktatási minisztériumban, hogy neki, az ő tanszékének kell egy R20-as vagy R30-as számítógép. Akkora milliárd jött ki az összesítésből, ami egyáltalán nem volt. Tudjuk, hogy abban az időben éppen a csillagháború volt a országnak, az egész szocialista tábornak a vállára téve, tehát minden pénzt a hadiparra fordítottak, oktatásra nincs. És akkor Csánki Lajos, bizonyára mind sokan emlékeztek rá, vagy ismeritek, kitalálta azt, hogy úgynevezett regionális oktatási számítóközpontokat fognak csinálni. Ebben a Hunya Péterék és a Bohus Misiék voltak a partnerei, akik Szegeden egy R40-es ilyen rendszert működtettek az egyetemen, és 8 nagy regionális számítóközpontot hoztak létre. Minden egyetem vagy főiskola kapott legalább egy úgynevezett batch terminált, tehát egy kártyaolvasó nyomtató módon, és erre a hardware-szoftver bázisra elrendeltek egy nagyon érdekes oktatási miniszteri rendelet volt abban az időben, talán sokan emlékeznek rá. Nem kaphat diplomát senki, aki az eltelt 5 év alatt nem csinált meg legalább egy számítógép programot ezeken a központokon. Úgyhogy ennek igen nagy jelentősége volt. Erre a bázisra szintén építve az Ötvös Egyetem kémiai kibernetikai laboratóriumának a vezetésével egy olyan programrendszert fejlesztettek ki, ami a egyetemi kémia oktatást fejlesztette, vagy segítette. Tehát tulajdonképpen egy igen komoly, professzionális programcsomag volt. Ennek a lelke Németh András professzor volt, Benedek Pál professzor, Olti Ferenc, aki később a nagyon sok felé volt, kalandos élete volt, és hát a Párizs György, meg a Csánki Lajos. Úgyhogy tulajdonképpen ezt is érdemes a jövő számára regisztrálni. Köszönjük szépen! Köszönjük! Kérem a kollégáimat, hogy ezt a két hozzászólást, ami elhangzott, ezt is rögzítsük majd a YouTube és az adattár számára. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és köszönöm, hogy itt voltatok.